Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Ma-Holnap Szolgáltatók magazin műsorunk. Következő 3/4 órában a következő témákkal várjuk Önöket. Drónok szerepe a mezőgazdaságban hogyan segíthetnek mondjuk a permetezésnél, erről is lesz szó ma este. Aztán szólunk arról, hogy hát úgy néz ki, hogy a fűtési időszak vége, bár májusban szokott lenni, de most lehet, hogy egy kicsit kitolódik, hogy a távfőszolgáltató hogyan tud reagálni erre a zord időjárásra, és mit kell tenniük, ezt is megtudhatjuk. A Schaeffler Szavária bemutatja tanműhelyét. Aztán az elszámolási időszakról beszélgetünk a BEM Lakás Szövetkezet elnökasszonyával, valamint megtudhatjuk azt is, hogy milyen munkálatokat kezd a Vasi Víz ZRT a Bagolyvár alatt. Végül iparvárosból kreatív városba, a Tudomány a Kocsmában legutóbbi előadásáról láthatnak majd egy összefoglalót, de mindezek előtt egy érdekes témára hívjuk fel a kedves nézőink figyelmét. A klímaváltozásra lehet válasz, egyrészt a digitalizáció, másrészt pedig a 3D nyomtatás. Többek között erről tanácskoztak a szakemberek az idei Ökomajálison, ahol átadták a 2019-es évi környezetvédelmi díjat is. Negyedik alkalommal rendezték meg az Ökomajálist, amelynek nyitónapján digitális környezetvédelem és hulladékgazdálkodás címmel tartottak konferenciát az Őrvidékházban. A digitalizáció bevezetésével egyszerűbbé, olcsóbbá és környezetbaráttá tehető a hulladékgyűjtés. Én úgy gondolom, hogy a digitalizációnak egyre nagyobb szerepe van az életünkben, és szükséges. Úgy gondolom, hogy ez egy felelősség számunkra, hogy mi tudjuk azt, hogy mi az, amit kibocsátunk, mi történik majd ezzel a hulladékkal, és mennyire fogjuk az életünket ezzel jobbá tenni, vagy rosszabbá tenni, mennyire tudunk a gyermekeinknek, unokáinknak egy jobb jövőt biztosítani. A mai előadók nagyon sok témát érintettek, ami nekem nagyon tetszett az eddigi előadásokból, hogy nem elsősorban arra törekszünk most már, hogy a hulladékot, amit kibocsátunk, azzal mi történik, hanem hogyan tudunk úgy tudatosan élni, hogy egyre kevesebb hulladék keletkezzen az életünkből. A 3D-s nyomtatási technológia környezetvédelmi előnyeivel foglalkozott az egyik előadás. A termék elkészítése során keletkező hulladék az szinte elhanyagolható. Ezáltal, ha ebből a szempontból nézzük, sokkal környezetbarátabb is lehet, mint egy hagyományos gyártás. Fontos megemlíteni, hogy a 3D nyomtatás jelen pillanatban a tömeggyártással szemben nem versenyképes. Sokféle dologtól függ, de kis szériában és speciális geometriák esetében sokkal környezetbarátabb és versenyképesebb lehetőséget biztosít. Átadták a Vas megyei önkormányzat környezetvédelmi díját. Gájer Gyula emlékpak lett, ez az önkormányzatnak a környezetvédelmi kitüntetése, amit most már évtizedek óta az Ökomajális keretében nyújtunk át annak a személynek, vagy annak a szervezetnek, aki méltó erre, akit méltónak találunk erre. Az idei évben Pap Róbert, a Zöldműhely BT ügyvezetője kapta a kitüntetést, aki nagy szerepet vállalt abban, hogy létrejött Vas megye klímastratégiája. A dokumentum segítségül szolgál ahhoz, hogy a megye vállalkozásai megismerjék és alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz. Kedves nézőink, műsorunk első vendége Beliznai Pálné, a BEM Lakás Szövetkezet elnökasszonya. Jó estét kívánok, kezicsokolom. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és hát ebben a zord időjárásban azt hiszem, és a mai egyik témánk is a műsorban a fűtési szezon, azt hiszem, hogy először erről kellene beszélni. Fáznak a lakók a BEM Lakás Szövetkezet társasházaiban, vagy nem fáznak? Nem fáznak. De miért nem fáznak? Mert a mai nap ugye 15-e van, ma állt le, ha nem jelezők, a távfűtés. De már mi jeleztük, a távfő is telefonált nekünk, hogy jelezők, hogy mit szeretnénk, és mind a 3 lakásszövetkezet jeleztük, hogy kerüljük tovább a fűtést, tehát hétfőig fűtés van. Úgyhogy a nagy lakószám közül egyetlen egy kedves lakó telefonált ma, hogy miért van fűtés. Biztos azért telefonált, mert ő tudta, hogy 15-én le kellene állni. Tehát olyan zord idő van, hogy tényleg gondolunk arra, hogy idősebbek is vannak, fiatalok is vannak, kisgyerekek is vannak, tehát azért ki tudnak ezek a lakások ülni, és sokkal kellemesebb, kényelmesebb.
Ahol viszont olyan fűtés van, hogy központi gázkazán, mert ilyen is van a kezelésünkben, ott éppen az egyik háznál tegnap tartottunk gyűlést, ott mondtuk, hogy nem zárjuk még a kazánokat le, mert ők tudják szabályozni, tehát szabályozhatják. A távfűtésnél is van 35 olyan lépcsőházunk, ahol lehet szabályozni, tehát ők nyugodtan le tudják zárni, ha nem akarnak fűteni. Jó, erről még beszélgetünk ma este a TÁFÖ képviselőjével. Most viszont egy picit múltra tekintünk, és a 2019-es évre előre, hiszen májusban a bemlakás szövetkezetnél is az elszámolási időszakot élik. Mi az a néhány fontos dolog, amit a 2018-as évből ki kellene emelni, vagy most megemlíthetünk, ha már elszámolási időszak? Hát ugye most van az elszámolási időszak, most van a finise, mert mindjárt május 31-e van. Ugye azt tudni kell, hogy az elszámolás akár lakásszövetkezetnél, akár társasházaknál mindig a január 1-től december 31-ig tart az év, és az elszámolás a következő év május 31-ig. Most tartunk itt, ugye akinek több épülete van, amit kezel, egész május 31-én is még vannak közgyűlések. Elszámolunk avval, hogy az év közben, ugye januárban megcsináljuk a költségvetést, és ennek alapján az előleget, az előírást fizetik december 31-ig. Ugyanazt az összeget, tehát ezen nincs változtatás. Amikor az évet zárjuk, akkor tudjuk meg, hogy elég volt-e az előleg, vagy többet kell még ráfizetni, tehát akkor van az úgynevezett elszámolás. Én mindig azt szoktam mondani a tulajdonosoknak, hogy azért már a gyakorlatban az ember jól tudja a költségvetést megalkotni, és azt szeretjük, ha évközben nem kell módosítani. Tehát a költségvetés úgy készül el, hogyha bejön valami olyan rendkívüli, mi jöhet be ezeknél a régebbi házaknál, de még új háznál is. Meghibásodások. Olyan meghibások, ami a leggyakoribb, a dugulások. Igen. Tehát azt nem tudja az ember kiszámítani, hogy kettő lesz, vagy egy se lesz. Rovarírtástól elkezdve minden olyan dolog elektromos bejöhet. Elektromos vezetékek meghibásodása nyilván a régiek igen, cseréje. Amire nem lehet előre felkészülni, de az ember általában azért az épületeket ismeri. Ezek ugye a hirtelen megoldandó feladatok. Amikor zárjuk az évet, tehát azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy aki befizeti minden hónapban az úgynevezett közös költséget, és vízzel saját magához képest, avval tudnak nagyon ugye elmenni, nem mindig ugyanannyi vizet használunk, akkor úgynevezett pluszra zárnak. Tehát akkor valamennyi maradvány van a kedves lakóknak, ami nyilván a következő hónapokba beszámításra kerül. Tehát az nagyon jól jön, ha valaki pluszra zár, és egy hónapot nem kell fizetni, mert hiszen az előző évről van ennyi maradványa. Azzal egyébként nincsen baj, hogy a lakók fizetik rendesen időben a közös költséget? Igen, tehát ez az idei évben az azt hiszem már ezt valamikor itt nyilatkoztam is a tévében, hogy egy kicsit idézőjelben mondom, hogy megdöbbenés az előző évekhez képest, nagyon kevés a nem fizető, tehát a közös költséget nagyon szépen befizetik. Ez jó is, mert ebből a számlákat ugye ki kell egyenlíteni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy régebben, amikor nagy tartozások voltak, hogy a szomszédba kopogjon be, és köszönje meg, hogy ki tudtuk a vizet fizetni, az övét is, mert ugye ki kell fizetni. Tehát sokkal nagyobb a fizetési morál most, azt kell megállapítani, és azt is megfigyeltem most, hogy ugye mi folyamatosan küldjük ki a leveleket, az úgynevezett egyenleg közlő leveleket, fölhívjuk a figyelmét a tisztelt tulajdonosnak, és amikor jön így az évvégi elszámolás, akkor azt látom, hogy mire kimegyek, hogy igen, tartozott, de befizette, amit ő még az elszámolásában ugye nem lát az idejében, majd a jövő évben fogja látni. Tehát nagyobb a fegyelem a fizetésbe. Jó, okosan kell sáfárkodni, hiszen vannak, vagy lehetnek váratlan kiadások, illetve váratlan meghibásodások, amiket kezelni kell, de nyilvánvalóan vannak tudatos és előre látható felújítások, karbantartások. Mik azok, amikre számíthatnak az önlakásszövetkezeténél lakók ebben az évben, tavasszal, nyáron? Mik a legfontosabbak, amiket mindenképpen szeretnének megcsinálni?
Ugye minden háznál azért tudjuk, hogy mi az, ami lényeges, és amit meg kell az idejében csinálni. De ettől függetlenül azért a távlati terveket is mi előre hozzuk, tehát hogy a lakók tudják, hogy az idei évben mondjuk a villamoshálózatot felújítjuk. Most általában a régi épületeknél a villamoshálózat felújítása történik, egy pár háznál már megvolt, az idei évben tovább csináljuk. Társasháznál vannak olyan társasházaink, ahol ugye a régi fajta vizórák vannak, és próbáljuk a kedves lakókat rávenni arra, hogy már a távleolvasó vizórákkal dolgozzunk, mert mindenkinek könnyebb, nem kell a lakásokba bemenni, pontosabbak, és 21. században már ne a régi vizórákat, amit 10 évvel meg 15 évvel ezelőtt beszerelték. Próbáljuk akkor egy ilyen tervet csinálunk, hogy az idejében a villamoshálózat, jövő évben a vizórákat fogjuk kicseréltetni, ami folyamatosan megy minden épületnél, nem is tudjuk magunkat utolérni. A lépcsőházaknak a felújítása, értem ez alatt a festéseket. Akkor nagyon sok helyen ugye régiek már az úgynevezett metlahit lapok, amik most már kezdenek fölpuposodni, töredezni, tehát ezeket is most már megcsináltuk az ütemtervet, hogy melyik háznál, melyik lépcsőháznál csináltatjuk meg. Most általában ezt nem érdemes az, hogy 2-3 lapot kicserél az ember, mert már látja, hogy ott már puposodik föl, már a lift előtt jön, majd baleset veszélyes lesz. Tehát ezeket is ütemszerűen csináljuk. Nagyon sok épület van, főleg társasházaknál, ahol a lépcsők mennek tökre, tehát nagyon nehéz ember találni, mert ugye azt mondom, hogy egy házat kell építeni, vagy egy lakást kell felújítani, hamarabb találok, mint az olyan kis munka, ami azért árban nem olyan kicsi, de azokat a lépcsőket is ugye fokozatosan meg kell hogy csináltatni, hogy balesetveszély ne legyen. Mindjárt letelik a beszélgetésre szánt időnk, de azt kérdezem meg, hogy vannak esetleg olyan lakóközösségek, ahol viszont pont a lakók azok olyan lelkesek, hogy ők azt mondják, hogy összefognak, és például kifestik a lépcsőházat. Mondjuk egy kisebb, hát, nyilván nem a 9 emeletesnél, de vannak-e ilyen példák? Ma ilyenek nincsenek. Ilyenek legalábbis nincsenek. Az én mi körünkben ilyenek nincsenek. Én nem is nagyon szeretem. Olyan viszont van bizonyos házaknál, hogy majd ők szereznek kerítésépítést, akkor tudom, hogy ebben az évben biztos, hogy nem lesz meg. Mert akkor lelkesek, aztán ők is avval szembesülnek, hogy nem olyan könnyű mesterembert találni. Én kívánom, hogy az idei évben a megfelelő és a legfontosabb karbantartásokat sikerüljön elvégezni. Beszélgetni fogunk köszönöm. Majd erről is. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Magunknak. Köszönöm. Kedves nézőink, drónokat látunk lépten nyomon, hogyha fesztiválokra, rendezvényekre megyünk, de ez terülyen hétköznap is, hiszen nagyon-nagyon sok ember kezében ott van már és használja akár játékszerként, akár kamerafelvételek készítésére. Ennek a szabályozása természetesen még várat magára, viszont a mezőgazdaság is felfedezte ennek előnyeit, drónokat mutattak be a Nébih növényfajta kísérleti állomásán. A korszerű eszközöket az agrárgazdaságban lehetne használni permetezésre, de akár kapszulák kiszórására is, ha az aktuális jogszabályok ezt lehetővé tennék. Az innovációról, a környezetkímélő eljárásokról tájékoztatták a szakemberek az érdeklődőket. Ennek a nagy drónnak a működése érdekelte legjobban az agrárszakembereket, akik korszerű eszközökkel ismerkedtek. A Nébih növényfajta kísérleti állomásán mutatta meg a gép tulajdonosa, hogy mit tud az eszköz. Amit itt láttunk repülni az előbb, ez egy DJI Agras típusú permetező drón. Felépítését tekintve ez egy 8 karú drón, ami biztonságtechnikai szempontból egy nagyon fontos tulajdonság, hiszen ha bármilyen okból egyik motor meghibásodik, akkor sem történik probléma, hiszen a drón 7 motorra is teljesen röpképes. A távirányítónak a kijelzőjén jelezni fogja, hogy motorhiba van, automatikusan visszajön és leszáll. Kapacitását tekintve ez egy 10 literes permetező drón.
Ezt a 10 litert kb. 1,2 hektárt képes lekezelni ezzel a 10 literrel, ez egy bruttó 10 perc alatt repüli le. 130-an vettek részt a drónnapon, még az ország keleti megyéiből is érkeztek résztvevők. A rendezvény előadásain a szabályozott cseppkezelésről, a csökkenő környezeti terhelésről is szó esett. Mi itt a nyugati határszélen nagyon jóban vagyunk az osztrák mind agrárkamarával, mind növényvédőkamarával, és rendszeresen meghívjuk őket a mi előadásainkra. És lehetőség szerint engedjük őket előadni is, hogy ők hol tartanak, és egyébként nagyon jó helyen a biológiai védekezésben és a drónok kapcsán nagyon jó helyen tartanak már ők ellenben velünk, így mi őtőlük ezen a téren csak tanulni tudunk. Illetve hát ugye a mai nap az a leginkább a drónra volt kiélezve, a drónt mint permetezésbe felhasznált eszközt emeltük ki. A permetező, illetve kapszulát kiszóró drónokat a jelenlegi szabályozás szerint Magyarországon nem lehet használni. A növényvédelmi mérnököknek és gazdáknak mégis van tapasztalata ezek hatékonyságáról. A drónokat Jász-Nagykunszolnok megyében kísérleti célokra használják. Hát ezek olyan pilóta nélküli repülő járművek, amelyekkel permetezni lehet. És ezeknek az a rendkívüli különlegessége, hogy ellentétben a most megszokott, nevezzük úgy, hogy hagyományos vagy konvencionális technológiákkal szembe, ahol 2-300 liter vízzel, gyümölcsösöknél 4-600-800 liter vízzel dolgoznak, ezek mindössze hektáronként 5-10 liter folyadékot használnak föl, és ebbe alkalmazzuk, tesszük bele a szükséges növényvédő szereket. Ami igazán különlegessé teszi ezt a technológiát, ez a rendkívül kis mennyiségű folyadék és a cseppképzési technológia, mi erről beszéltünk, ehhez alkalmazunk egy új aktív szórófejet és egy speciális adjuvánst, amit mi drónvíznek neveztünk el. Ezzel a technológiával és ezzel az anyaggal lehetővé válik, hogy ezzel a 5-10 liternyi folyadékkal tökéletesen befedjünk egy hektár területet. Ez a szakemberek számára is izgalmas, ugyanis azt állítjuk, hogy csökkenteni tudjuk a felhasznált növényvédőszerek dózisát, és nem csak ezt tudjuk csökkenteni, hanem a veszteségeket. Ezzel pedig óriási környezetvédelmi pozitív hatást tudunk gyakorolni, mert mi azt állítjuk, hogy ezzel a technológiával elegendő a peszticideknek nagy valószínűséggel az 50%-a, ez ugye önmagában komoly környezetvédelem. A precíziós gazdálkodás, ami azt jelenti, hogy csak ott permetezünk, ahol a kártevő vagy kórokozó van, ez újabb óriási környezetvédelmi szépség és jóság, és hát mindemellett az új technológia azt is lehetővé teszi, hogy a kiuttatott anyagnak a 97%-a a célfelületre, vagyis a növényre jusson, és ne a környezetbe. Egyedi lehetőségeket kínál, és még nem beszéltünk róla, hogy olyan elképesztő, kedvező áron, tehát költségeibe ez a töredéke egy hagyományos technológiának, ami az összes szempontjait sorba vesszük, akkor egyszerűen lehetetlen ki, vagy nincs alternatívája. Nagyon olcsó, nagyon jó, precíz, pontos, megbízható, és még sorolhatnánk. Amennyire én tudom, vannak is néhány a növényvédő mérnökök, akik használják, hát ugyanazzal a kísérleti céllal, mint mi is, mert valóban egyébként együtt dolgozunk valamennyi innovatív nagy gyártóval, kicsivel, hiszen ők is azt szeretnék, hogy a saját anyagaikról minél előbb pontos, precíz, exakt méréseink legyenek, hogy milyen dózisokkal, hogyan, mi módon és mikor használhatók az ő anyagaik. A drónnapon való részvételért kreditpontokat kaphattak a szakemberek. Kéthetes munkát tervez a Vasi Víz a Bagolyvár alatti kereszteződésben, de a közműcsere csak kis közlekedési fennakadással jár majd. Erről, valamint egy közelgő képzés részleteiről számolt be a cég képviselője.
Csak kismértékű forgalomkorlátozást terveznek a jövő héten ebben a kereszteződésben, ahol viszonylag kevés útbontással, feltárás nélküli technológiával közműcserét végez a vízszolgáltató. Renner Tóbiás és a Nárai utca csomópontban lesz egy vezetékkiváltásunk, nagyjából 130 méter öntött vas csövet cserélünk ki modernebb műanyag alapú vezetékre. Hát nyilván a vezeték kora is igényli ezt a munkát, illetve a közelgő útfelújítási programnak talán a Jókai út része lesz, és nem szeretnénk úgy dolgozni, hogy már egy friss aszfaltot kell megbontanunk. Meg kell csinálni az önkormányzatokkal közösen az úgynevezett gördülőfejlesztési tervet. Ez egy 15 éves terv, amit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé kell benyújtanunk. Ez már 2 éve szerepel ez a munka a tervbe, úgyhogy eljött az ideje, meg kell valósítanunk. Reméljük, hogy flottul megy majd minden, és kevésbé leszünk terhére a szombathelyi lakosoknak, az arra közlekedőknek. Körülbelül 2 hét alatt végeznek a munkálatokkal. A kivitelezésben résztvevő munkatársak mellett a cég a többi dolgozója számára is képzéseket szervez. Az oktatást egy nyertes pályázatból finanszírozzák. A Vasi Víz ZRT az év elején beadott egy munkai képzések támogatásáról szóló GINOP pályázatot, amit sikeresen megnyert. A pályázatról annyit lehet tudni, hogy a támogatás mértéke az 54 millió forintot meghaladja, és egyébként pedig a támogatás intenzitása 100%-os. A pályázat témája vagy tárgya elsősorban a Vasi Víz ZRT-nek a munkavállalóinak a képzését támogatja, és ehhez kapcsolódóan nyilván, miután nagyrészt munkaidőben történik ez az oktatás, az ebben kapcsolatos kiesett munkaidőre járó bér és ennek járulékait finanszírozza, illetve a Vasi Víz ZRT dolgozóin kívül fontos paraméter volt, hogy ebben a pályázatban 13 fő külsős a oktatásba bevonáskor nem aktív munkavállalót is be kell vonni ebbe a programba. Az első rész egy ilyen humán erőforrás típusú képzésekre koncentrálódik, ezen belül informatikai, kommunikációs vezetőképzés, illetve a külsősök részére egy kezdő angol nyelvi képzés valósul meg. A második rész inkább szakmai jellegű oktatást jelent, ahol a vízszolgáltató alaptevékenységéhez kapcsolódó tudást mélyíthetik el a vizes kollégák. Nehéz gép és emelőgép kezelői, energia átalakító berendezések kezelését segítő, targonca vezetői és karbantartással kapcsolatos oktatások lesznek a cég fizikai dolgozói számára. A képzésben összesen 123 fő vesz részt. Kedves nézőink, a következő beszélgetésünk hát a hidegről, a távhőről, a fűtésről, a fűtés leállításáról vagy nem leállításáról szól. Vendégem a stúdióban Kocsis Tóth Ildikó, a Szombathelyi Távhőszolgáltató sajtóreferense. Szép jó estét kívánok, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a nézőket is! No, hát ugye azért érdekes az első kérdésünk, vagy a beszélgetés témája, hogy lesz-e fűtés a következő napokban, mert hogy hivatalosan május 15-ével lezárul a fűtési időszak, tehát hogyha minden normális lenne, akkor a távfő ilyenkor lekapcsol, és mindenki nyugodt, és a külső meleg az fölfűtheti a lakásokat. Most viszont azért egyértelmű, hogy ebben a hidegben ez nem ennyire egyszerű. Meg kellett nyomnotok azt a bizonyos idézőjelben mondom gombot, hogy leálljatok, és meg kellett várni ezeket a leveleket, vagy hát nyilván természetesen itt azért az időjárás ismeretében a távfő tudta, hogy nem fog nyomni semmilyen gombot, folyamatosan kell fűteni, vagy lesz, ahol nem lesz fűtés holnap. Szóval hogyan van ez ilyen szélsőséges időjárás esetén? Ugye hivatalosan a mai nappal be kellett fejezni a fűtést, ez a fűtési időszak vége, de mi is követjük az időjárás előrejelzést, és láttuk, hogy rendkívüli hideg lesz, ilyenkor azért ez nem szokott, és felvettük a kapcsolatot a nagyobb közös képviseletekkel, tehát igyekeztünk elébe menni ennek a kérdésnek, hogy mindenki, aki szeretne továbbiakba is fűtést, az ezt jelezni tudja nekünk. Ugye ezt írásba kell kérni, tehát a távhőszolgáltatónak ma muszáj leállnia, csak ha a lakóközösség nevében a közös képviselő írásba kérte, hogy tovább fűtsünk, csak akkor van erre lehetőségünk. Azt hiszem, hogy egy átlagosabb évben ez óhatatlanul eszébe jut a közös képviselőknek, hiszen lehet, hogy már május elején, április végén már olyan az időjárás, hogy hát gyanú vagy furcsa, hogy miért megy a radiátor, és akkor szóljunk, hogy tényleg nem kérjük. Most viszont a hideg miatt, és hogy normálisan mennek a radiátorok, lehet, hogy erről elfeledkeztek. Van ilyen, hogy nem szóltak, vagy éppen azt kérték, hogy ne legyen fűtés, szóval, hogy van valami furcsaság ebben az időszakban, vagy képbe volt mindenki?
Alapvetően minden közös képviselő tudja ezt a május 15-i időpontot, de ezért is igyekeztünk elébe menni ennek, hogy néhány nappal ezelőtt már felvegyük a kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy a mai napra már minden közös képviselővel tudtunk ez ügyben egyeztetni, és aki akarta, az meg tudta rendelni a fűtést. Most arról tudok beszámolni, hogy körülbelül a 90%-ában az általunk fűtött területeknek folytatódik a fűtés, de van néhány olyan társasház, ahol nem kérték ezt a fűtésszolgáltatást. Hát én remélem, hogy nekik lesz igazuk, de ha mégsem, akkor ők még tudnak tenni azért, hogy ha holnap reggel nem is, de hogy másnapra, ha még marad a hideg, akkor legyen náluk is fűtés? Természetesen bármikor érkezik ilyen megkeresés hozzánk, akkor arra azonnal reagálunk, tehát akár még a mai este folyamán, vagy holnap reggel, hogyha ezt jelzik, akkor a holnapi napon el tudjuk indítani a fűtést bárhol, illetve akik ma jelezték, mert volt arra is példa, ahol leálltunk reggel, és aztán most a délutáni órákra jelezték, ott újraindítottuk a fűtést. Meddig lesz akkor fűtés, hogyha most ezt folytatni kell az előrejelzéseket figyelve, illetve mi az a hőmérséklet az, amikor már valóban le lehet állni? Ebben a szolgáltatónak nincsen döntési lehetősége. Ha a lakóközösség fűtést kér, akkor nekünk fűtést kell szolgáltatni, egészen addig, amíg ők ezt le nem mondják. Tehát itt már nem hőmérsékleti értékeket kell figyelembe vennünk, hanem a lakóközösség határozza meg, hogy meddig fűtsünk. A legtöbb megrendelő úgy érkezett meg, hogy egy konkrét időpontot meghatározott a közös képviselő, hogy meddig szeretné a fűtésszolgáltatást, így azzal a dátummal fogjuk befejezni. Az nagyjából melyik dátum, vagy melyik nap a közeljövőben, vagy távoli jövőt jelöltek meg? A közeljövő. A nagy része, a túlnyomó része az a május 19-et, tehát ez azt jelenti, hogy vasárnapig lesz fűtés, és akkor hétfőn fogunk leállni, de azért van, aki ennél messzebb gondolkodott, érkezett olyan megrendelő, ahol május 31-ig jelölték be a fűtést, és olyan is, ahol június 2-ig jelölték be a fűtésszolgáltatást. Természetesen, ha közben jobb idő lesz, akkor ők is bármikor nyilatkozhatnak arról, hogy az adott nappal álljunk le, tehát ez még nem kötelező érvényű. Ők korábban is szólhatnak, csak valamilyen biztonsági okból most úgy gondolták, hogy ilyen időtávlatban rendelik meg. Azt, hogy május 15-én leáll a fűtés, annak nyilván időjárási okai is vannak, ez teljesen természetes, másrészt pedig azt hiszem, hogy a rutina az, illetve a megszokás az, hogy pont ennyi idő kell a távfőnek ahhoz, hogy a karbantartási munkálatait, a szükségeseket, illetve a váratlanokat el tudja végezni, a szeptemberi fűtés újraindításhoz. Na most ez az időjárás mennyire befolyásolja ezt, mert nyilván itt most csúszás lesz, beleférnek-e, illetve egyáltalán milyen karbantartási munkákat kell elvégezni a távfő képviselőinek, illetve a dolgozóinak. Természetesen ilyenkor újra kell ütemezni a munkálatokat, de ugye erre is azért már napok óta készültünk, láttuk, hogy nem fogunk tudni elkezdeni dolgozni, hiszen mi csak akkor dolgozhatunk a rendszereinken, hogyha a fűtésszolgáltatás nincsen, bár a jogszabály ezt lehetővé teszi, hogy május 15 és szeptember 15 között, ha karbantartás szükséges csinálni, akkor még a szolgáltatást is szüneteltethetnénk, de most nem lesz ilyen, tehát azonnal mindent átütemeztünk, és mi biztosítani tudjuk mindenhol a fűtést, addig, ameddig szükség lesz rá, és aztán a karbantartásokat, az egyéb munkákat majd úgy ütemezzük, hogy végezzünk vele. Jó, van még időnk, úgyhogy egy kicsit azt hiszem a legfontosabbakat, vagy ami a lakosságot is érintheti, szokásos karbantartási munkálatokról beszélhetünk egy picit. Mire számíthatnak, illetve milyen előkészületeket kell majd tenni a lakóknak ahhoz, hogy tudjátok végezni a munkát? A nyári időszakban tudják a lakók is elvégezni azokat a munkákat, amihez a fűtési rendszer ürítésére van szükség. Sokan előre gondolkodtak, és már a május 15-e utáni időszakban szerették volna ezeket a munkákat elvégeztetni, ehhez a szükséges dokumentumokat benyújtották, de ugye most az időjárás miatt fűtés szükséges, tehát igyekeztek a kollégáim mindenkivel átbeszélni ezt, hogy biztos, hogy most kell elvégezni azt a munkálatot, vagy esetleg néhány héttel ez csúsztatható, mert ugye, hogyha leürítjük a fűtési rendszerből a vizet, akkor nem lesz addig abba az épületbe fűtés. Hogyha ez jó néhány órán keresztül tart, akkor azért ez a lakóközösségnek problémákat okozhat. Úgyhogy ezekkel a munkálatokkal is most egy pár hetet csúsztatni kell, de aztán onnantól kezdve lehet őket csinálni. Mindenkit arra biztatok, aki bármilyen munkálatot szeretne otthon végezni, hogy ezt minél előbb jelezze nekünk, egyeztessük az időpontot, mert nagyon sok ilyen megrendelés van. Olyan is, amikor csak a fűtési rendszerből a vizet kell leürítenünk, olyan is, amikor a mi kollégáinkat kérik fel a szerelésre, és nagyon szeretnénk mindenkinek segíteni és odaérni, de hogy ezt tudjuk időben ütemezni, érdemes már most májusban felvenni velünk a kapcsolatot. Ezek milyen munkálatok? Tehát milyen radiátor cserét jelent pontosan inkább? Vagy, Tipikus a radiátor cserét, a régi több tíz éves radiátorok cseréjét jelenti. Nagy általánosságban ez a leggyakoribb.
beszélgetésünkből még van egy rövid kis idő. Nekem most az jutott eszembe, hogy az utóbbi időszakban a tánfő megtett mindent azért, hogy a lehető legoptimálisabb legyen a kapcsolat a tánfő és a felhasználó között. Mindenféle programokkal, rendezvényeken való megjelenése. Jól sejtem el, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket ezek a rendezvények, tehát valóban sikerült egy újfajta kommunikációt kialakítani, és sokkal gördülékenyebben, sokkal könnyebben történik a kommunikáció, illetve akár egy ilyen karbantartási munkálat lefolytatása ennek köszönhetően, hogy ez a kommunikáció megváltozott a részektekről. Én abban bízom, hogy igen. Ugye ennek a kommunikációnak, az Zöld Ővelünk programnak az volt a fókuszpontja, hogy a környezet tudatosság témakörében az ismeret terjesztés segítsük elő, illetve hogy a tárfőnek megmutassuk egy másik oldalát is, azt, hogy ez egy modern, megújuló energiát felhasználó szolgáltatás, és hogy mindezt nagyon jó hangulatba tegyük, és a rendezvényeken azt tapasztalom, hogy az emberek nagy örömmel csatlakoznak ehhez. Most április 12-én volt a távhőszolgáltatás napja a főtéren, ahol egy egész iskolányi gyerek és pedagógus csatlakozott hozzánk egy flashmobhoz, és nagyon jól is érezték magukat. A Madarak és Fák napján is ott voltunk ma, a Zöld Kör kerékpártúrán is, és ezek mind nagyon jó hangulatú rendezvények, úgyhogy én bízom benne, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a távhőnek a szolgáltatáson túl van egy másik arca is. Köszönöm szépen, és kívánom, hogy minél előbb lekapcsolhassátok azt a rendszert. Köszönöm. Kedves nézőink, egy más témával folytatjuk. Hogyan válhat egy ipari település kreatív várossá? Miért fontos kitörési pontokat keresni? A hálózatok szerepe a gazdasági fejlődésben, többek között ezekre a kérdésekre adott választ a Tudomány a kocsmában előadás sorozat legutóbbi epizódja Kőszegen. A kulturális, a gazdasági és a társadalmi tőke jelenti a térségi innováció legfőbb alkotó elemeit, erről is beszélt a Széchenyi Egyetem regionális kutatója. Rechnitzer János győri példán keresztül mutatta be az érdeklődőknek, miért fontos, hogy egy város új utakat keressen. Ez egy nagyon erős történeti beágyazódás, nagyon hosszú tőkefolyamatok, területi tőkefolyamatok szükségesek ehhez az emberek, a társadalom átalakítás, egyáltalán a közösségnek egyfajta aktivitása, és hát persze a befogadás, hiszen egy város akkor lesz kreatív, hogyha befogadó az újdonságok, az izgalmak, a különlegességek, a másságok befogadására alkalmas. És hát ennek a folyamatát mondom el, vagy mondtam el az előadásban, hiszen arról szól, hogy a magyar modernizációnak ez egy sikeres nagyváros, hogy őr. Tudatos, irányított, véletlen, számos tényező játszott szerepet az elmúlt 30 évben a nagyváros fejlődésében, de vajon milyen irányba lépjen tovább a 21. században, miért akar az ipari város kreatív várossá válni? Azért akar, mert ipari várossá vált, és tudja, hogy ennek a fejlődésnek van egy vége, vagy ennek a fejlődésnek vannak, vagy ezt a fejlődést akkor tudja fenntartani, hogyha folyamatosan megújít, és folyamatosan új és új tudásokat, technológiákat, intézményeket, együttműködési formákat talál ki, és annak révén tudja a jövőjét meghatározni. Tehát valójában egy stratégia kell, egy stratégia formálódik, és hát meg kell nyerni ehhez a számtalan szereplőt, és ennek a számtalan szereplőnek az együtt dolgozásával, együttműködésével lehet sikert elérni. Győrnek a régiója egy izgalmas régió, tehát ott Bécs és Pozsony a versenytársak, és másik oldalon meg ott lieg Budapest, és hát ebben a elég izgalmas fővárosi térben kell érvényesülni, megtalálni önmagát, megtalálni a kapcsolatokat, épp azért ostorozom őket, hogy többet kell a bécsi polgármesterrel, meg a bécsi városfejlesztőkkel együttműködni, vagy a pozsonyiakkal, mert hát valójában onnan tudunk újabb energiákat tenni, hiszen a történelem is onnan merített, tehát már a középkorban Győr a Bécsből merített energiákat, és ezeket az energiákat lehet aztán itthon használni, majd szétteríteni a régióba, szétteríteni abba a körzetbe, amiben a város működik. Rechnitzer professzor több mint két évtizede kutatja a város és vidék fejlesztés lehetőségeit. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt tanácsadójaként is dolgozott. A tanácsai ugyanazok voltak, amit én tanácsoltam a veszprémi polgármesternek és a körének, hogy lépjenek ki Veszprémből, ha meg akarják nyerni a pályázatot. Azaz ne csak Veszprémet, hanem a környékét, és a nagyobb régiót vegyék számításba, ugyanis az Európai Unió
akármit is gondolunk róla, ezen a területen nagyon progresszíven gondolkodik, elvárja, hogy egy magát kreatívnak tekintő város, ami ráadásul európai kulturális főváros is kíván lenni, gondoljon a környezetére, akár tágabb Európára. A veszprémiek ezt megfogadták, és ennek volt köszönhető, hogy a Holt versenyben, ahol Debrecen, Győr és Veszprém szerepelt, Veszprém jött ki győztesen, a győriek úgy hallom nem fogadták meg ezt. Hogyan lehet egy Kőszegnél jóval nagyobb, 120 ezres iparvárosból kreatív várost csinálni, hogy ne duzzadjon tovább ez az ipari moloch, hanem az emberek, akik ott élnek, élhetőnek, szerethetőnek gondolják. Ez a probléma egyébként más nagyvárosokat is érint. Van az egész régióban, tehát Nyugat-Pannóniában, hogyan lehetne a városok láncolatával ugyanezt megcsinálni, az élhetőséget, a jó életet, a jól létet, ahogy mondja az angol, a well-being-et visszahozni, amilyen ez valamikor volt ez a régió. Szerintem az ország kitörésének, feltörekvésének ez a kulcsa. És tulajdonképpen az új demokrácia, amit még nem látunk, csak reménykedünk benne, ennek is ez lehet az alapja, hogy a helyi közösségek nagyon szeretik azt a helyet, ahol születtek, ahol a gyökereik vannak, és ezért hajlandók mindent megtenni, még akár konfliktust is vállalnak bárkivel, akivel konfliktusba kell kerülni emiatt, és szerintem ez a folyamat, ez ha nem is indult meg, de jelei mutatkoznak annak, hogy erre van igény. Tehát a Kraft erről is szól, van egy társadalompolitikai, társadalmi vonatkozása, a kultúra és az egyéb fejlesztési potenciálok mellett. Azt nem mondanám, hogy érettek ezek a társadalmak, de abban a fázisban vannak, hogy keresik ezeket az identitás elemeket, és ezeket pedig nekünk mutatóknak lehet erősítenünk. Ki lehet ásni őket, meg lehet mutatni őket, 21. századi formában lehet megfogalmazni őket. Ez a dolgunk, ezt próbáljuk csinálni. A kreatív város Kőszegen is fontos téma már több éve a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének köszönhetően. A Tudomány a Kocsmában előadássorozat a város legnépszerűbb vendéglátóhelyein 2016-tól várja rendszeresen az érdeklődőket. Kedves nézőink, a következő percekben a Schaeffler Szavária Kft. Tanműhelyébe kalauzoljuk Önöket. 5 szakmában várja a pályaválasztás előtt állók jelentkezését a duális képzés keretében. Szeretnél korszerű környezetben naprakész tudásra szert tenni? Akkor tanulj nálunk a Schaeffler Szavária tanműhelyében. Kimagasló szaktudás, korszerű képzés, innovatív és precíz gyártási technológiák, illetve egy jó szakma biztos elhelyezkedéssel. Ezt kínáljuk a Schaeffler Szavária szakképzésén, ahonnan kikerülve 2005 óta több mint 200 fiatal szakember helyezkedett el. Jelentkezz 5 oktatott szakmánk egyikére te is! Ha érdekel, miként lesz egy nyersanyagból alkatrész, vonza fémforgácsolás és megmunkálás világa, jelentkezz gépi forgácsoló képzésünkre. A munkaerőpiac egyik legkeresettebb szakmája ez, ahol a megmunkálás már korszerű, számítógépvezérelt precíziós gépekkel történik. Ráadásul a képzés után CNC ismereteidet is tovább bővítheted. Precíz vagy, képes vagy több tonnás szerszámokon századmilliméteres hibák felismerésére és kijavítására. Szerszámkészítőként az egészen kicsi és az óriási több tonnás szerszámok karban és üzemben tartásáért, illetve elkészítéséért vagy felelős. A hagyományos forgácsolás, a CNC megmunkálás és a szikraforgácsolás mellett a méréstechnika is szerepet kap ebben a munkakörben. Sőt, a gyártás maximális minősége és hibamentessége is a te feladatod. A technikusi szakmákban az elektronika, a gépészet és az informatika találkozik. A magas minőségű és modern termékeink gyártása komplex, automatizált gyártósorokat kíván meg. Technikusként a gyártósorok felépítése, beüzemelése és karbantartása a feladatod. Légy az a szakember, aki egyszerre ért a műszaki informatikához, az elektronikához, a pneumatikához és a hidraulikai ismereteken felül a robotika és PLC rendszerek sem fognak ki rajta.
de hova is invitálunk benneteket? A világ egyik legnagyobb családi vállalatához, a Schaeffler csoportba. Egy olyan világszerte 50 országban 170 telephelyen rendelkező, több mint 90 ezer fős autóipari közösséghez, ahol a csúcsminőség és az innováció a hétköznapok része. Hiszen a Formula E-től az utcai autókon át a tehergépjárművekig több mint 40 ezer termékünk szolgálja vevőink igényeit és elégedettségét. A Schaeffler szombathelyi gyára 1997-es alapítása óta a cégcsoporton belül a negyedik legnagyobb telephelyén nőtte ki magát. Több mint 3500 munkavállalónk közös sikere, hogy a világ minden tizedik új autójában szombathelyen gyártott kuplung és kettős tömegű lentkerék található. Hát egy nagyon jó dolog a képzésben, hogy amit a tanműhelyben megtanulunk, amilyen példák ott vannak, az későbbiekben az üzemben is megjelenhet, akár ugyanúgy, akár nagyobban, és mivel már ennek a tudásnak a birtokában vagyunk, ezért nyugodtan ránk bízhatják a feladatot, és jó érzés, hogy megbíznak bennünk. A legnagyobb előnye a képzésünknek, hogy a tanulók valós ipari körülmények között szerezhetik meg a szakmai tudásukat, a képzést követően munkalehetőséget tudunk számukra biztosítani, és akár előrelépési lehetőségük is lesz a későbbiekben. Az oktatókkal való viszony az nagyon jó, nagyon közvetlenek, segítőkészek, bármikor kereshetjük őket bizalommal, és azt is gondolom, hogy abszolút partnerként kezelnek minket. A célja a szakképzésünknek, hogy munkavállalóként tudjuk a tanulókat foglalkoztatni, miután a szakmájukat megszerezték. Nagyon nagy örömet szerez ez az, hogy elindíthatjuk a tanulóknak az életútját, kezükbe adhatunk egy szakmát, amivel tudnak érvényesülni a vállalatunknál. Mindenképp azoknak ajánlanám ezt a képzést, akik érdeklődnek a műszaki dolgok iránt, akik egy biztosabb jövőképet akarnak maguknak, ez egy nagyszerű szakma, és egy nagyon jó cégnél vagyunk, ahol mindent meg tudnak nekünk tanítani, amire szükségünk lehet. Építsd velünk a jövődet, és jelentkezz egy partneriskolánkba az általunk oktatott szakmák egyikére, majd gyakorlati hely kiválasztásakor jelöld meg a Schaeffler Savaria tanműhelyét. Ha kérdésed van, írd nekünk bátran a dualisképzés@scheffler.com e-mail címre. Csatlakozz te is a Schaeffler csapatához, hiszen a holnap mobilitását formáljuk. Kedves nézőink, mai műsorunkba ennyi fért. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további jó televíziózást, viszontlátásra!